sorozatokban is szinkronizáltál, illetve rendeztél is. Ezek Magyarországon elég nagy nézettséggel futnak, de sokan nem szeretik őket. Neked mi a véleményed a németek sorozatkészítési stílusáról, a színészi játékokról, illetve milyen volt ezeket rendezni, illetve dolgozni rajtuk? Hát ugye több, amit a rendezés, az talán a Kobra 11 volt az autópályarendőrség, amit én rendeztem, így visszaemlékezve német sorozat, és amiben megszinkronizáltam, az a Medicopter, ami így beugrik elsőre. Hát ezek többnyire ilyen akciósorozatok, krimibe ágyazott akciósorozatok. Az látszik, hogy a pénzt nem sajnálják rá, tehát így robbannak az autók, nagyon komoly kaszkadőr munka van mögötte. Én nem annyira kedvelem a német színjátszást és a német filmvilágot. Nekem egy kicsit olyan steril mindig, olyan nem tudom eldönteni, hogy ez most tévéjátéknak készült, vagy filmnek. Hát olyan szépen megágyazott mondatok hangzanak el. Nem vagyok egy filmkritikus, tehát így most erről ebben nem mennék bele jobban, hogy miért nem, de ez mondjuk egy hasonló témájú amerikai sorozattal összevetve nagyságrendek vannak különbségben, amivel szerintem nézhetőbb egy amerikai. Alapvetően nem nézem az amerikai sorozatokat sem, de hogyha egy krimi sorozatot, egy akció krimi sorozatot végig kellene néznem, akkor inkább az amerikait választanám, azt gondolom. Még ami eszembe jut a német sorozatokról, hogy hát van egy speciális humoruk, amit ugye hívunk így a köznyelvben német humornak, ami nekem nagyon nem jön be, de szerintem Magyarországon azért népszerűek. Sajnos egy kicsit azt kell mondanom, hogy a magyar humorvilág, legalábbis az átlag humorvilág, az elég közel áll ehhez a német humorhoz. Ez most lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, de ilyen például az Irigy Hónajmirigy humorvilágára gondolok, és ez így a német sorozatokban is sok esetben megjelenik. Ez a kicsit olcsó, kicsit blőd, kicsit nem is tudom a kifejezéseket, most nem jut eszembe jó kifejezés erre, de szerintem értik a nézők, hogy miről beszélek, és ez így Magyarországon erre sajnos sokan vevők. Én például német sorozatra nem nagyon emlékszem, aminek ilyen fekete humora lett volna, vagy egy kicsit szarkasztikusabb, vagy aminek kicsit úgy jobban gondolkodni kellett volna. Szóval eléggé szájbarágósak a német poénok. Futószalagon készülő sorozatok. Igen. De hát valamilyen szinten az amerikaiak is futószalagon készülnek. Ott az írással sokkal több időt töltenek szerintem az alkotók. Tehát pont ma hallgattam egy rádióriportot, a Gigor Attila nyilatkozott a rendező, aki ugye az HBO-nak a Terápia című sorozatnak is az egyik rendezője, alkotója, és ő beszélt arról, hogy neki volt alkalma rálátni az amerikai filmkészítésre, sorozatkészítésre, és hogy ott maga az írás az kétszer annyi időt vesz igénybe a legtöbb esetben, mint a forgatás és az utómunka együtt. Tehát mondjuk X idő alatt elkészül egy film, és abból 3/4 az előkészítés és az írás, és csak 1/4 a forgatás és az utómunka, ami azért eléggé meglepő. De hát talán itt van a dolognak a lényege. Hiányolod, hogy nem próbálhatod ki magad magyar sorozatokban? Nem készülnek? Mint színész? Igen. Nem, egyáltalán nem. Illetve hát pont most kipróbáltam magam nem olyan rég a közelmúltban, a Jóban Rosszban című nagy sikerű szappanoperában volt egy mellék szerepem, ami az egyik fő szereplő lányt kellett kivinni a sorozatból, aki a civil életben Párizsba utazott tanulni, és ezért elhagyta a sorozatot. És én neki voltam az ausztrál nagybácsi, aki elviszi magával Ausztráliába. És egy 5 napos forgatásom voltam jelen. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen egy ilyen belülről. Tehát amikor jött a felkérés, akkor hosszas gondolkodás után elvállaltam. Ez egy kicsit arról is szól, hogy én miért nem vagyok úgy színész, hogy mást is csináljak a szinkronizáláson kívül. Ez egyrészt az élet alakította, másrészt meg a saját döntésem is volt, amit sose bántam meg, azóta sem, de ez egy játék volt. Úgy fogtam fel, hogy ez az 5 nap, ez nem oszt, nem szoroz, és kíváncsi voltam arra, hogy milyen egy ilyen belülről. Persze arra is kíváncsi voltam, hogy én milyen leszek
X év után, 15 év után nem voltam színpadon 15 éve, meg egyáltalán nem foglalkoztam színészkedéssel a hangomon kívül, és kíváncsi voltam, hogy mondjuk meg tudok-e ennek felelni. Ezt nem az én tisztem megítélni, hogy megtudtam-e. A lényeg az, hogy jó volt, de nem hiányzik. Napi rutinként, meg aztán pláne nem. Sokan vádolják a magyar színészeket azzal, hogy a filmekben is túl színpadiasan játszanak. Uh-huh. Hát ez nyilván egyfelől a gyakorlat hiánya szerintem, sok esetben olyan, ugye amikor egy olyan arcot keresnek a filmkészítők, aki nincs még agyonra forgatva, hogy úgy mondjam, tehát még friss hús a filmpiacon, akkor nyilván a színházakban néznek szét, és nyilván teljesen rutintalan. A film és a színház az teljesen más műfaj. És gondolom én, hogy egy olyan színész, aki ahhoz van szokva, hogy teszem azt a Víg Színház színpadán kell neki előadni bármit, vagy játszania, azt azért elég nehéz lefaragni egyik pillanatról a másikra egy kamera előtti színésszé. De hát ebben is ki milyen. Tehát van, akinek ez jobban megy, van, akinek gyorsabban megy ez az átállás, van, aki sokkal alkalmasabb is erre a dologra, mint akár arra, amit esténként csinál a színpadon. Szóval nem tudom, de igen, ezt a vádat már én is hallottam sok esetben, hogy teátrálisabbak vagyunk, vagy teátrálisak a magyar színészek. Nem tudom, hogy ez mi miatt van. Biztos sok oka van még egyéb. De azt gondolom, hogy végső soron ahhoz is köze van, hogy mennyi idő alatt készülnek el nálunk a filmek és a munkák. Tehát nyilván egy jó rendező, aki ezt látja, ha van arra mód és lehetőség, hogy ezt kijavítsák, akkor megteszik, és addig veszik, amíg nem lesz a kamera számára is olyan az alakítás, amit az a színész egyébként lehet, hogy nagyon is jól meg tudna oldani. Itt jön megint képbe a pénz, meg az idő. Pont az említett terápia kapta a legtöbb dicséretet. Így van, nem véletlenül én úgy tudom, hogy meg erről a Gigor Attila is beszélt, majd sokkal több időt fordítanak ott a felvételre, mint egy magyar film esetében szokás. De az íráson is nagyon sok minden múlik. Tehát az a bizonyos mondat, hogy van. Tehát most gondolj bele, egy blőd, rosszul megírt mondatot lehetetlenség jól elmondani. Tehát egyszerűen a legjobb színész bicskája is beletörik abba, hogy az természetesként hasson az a mondat. Ha az a mondat úgy van megírva az adott érzelmi szituáció mellé, hogy szinte kikívánkozik az ember szájából, akkor lesz természetes, és akkor nem lesz teátrális. De ahhoz azt a mondatot kell leírni, és nem egy butaságot a színész szájába adni.